Algaui Hesna, Prima Primissima díjas újságíró, televíziós szerkesztő riporter. Az elmúlt években elsősorban haditudósításaival érdemelte ki a szakma és a közönség elismerését. Ez a kép akkor készült, amikor a konvojt, melyben közlekedtek és Afganisztán egyetlen női hadurához nyert bebocsájtást, kilőtték. Egy nappal előtte lett operatőre jelenlegi férje menyasszonya. Ilyen a haditudósítók élete. Egy háborús helyzetben borzasztóan nehéz dolgozni. Sokszor megkaptam kollégát, hogy oda mész, leszúrod bárhova a kamerát, és majd Pulitzer-díjas alkotás születik belőle. Hát ez abszolút nem így van. Egy háborúban tartanak az újságírótól, nem szeretik megmutatni a nyomorukat, a kiszolgáltatottságokat. Sokszor rémhírek terjednek, hogy kémkedni mennek az újságírók. Általában ránk vannak csapva az ajtók, és ezért rendkívül jó diplomáciai érzék kell ahhoz, hogy az ember mégis megnyissa ezeket a kapukat. Ha már büdzsé általában nem volt hozzá, ezért maradt a diplomáciai érzék. Természetesen adódik a kérdés a félelemről. Ki ne félne abban a helyzetben, ha lőnek körülötte? Természetes, hogy féltem, és félni szerintem kell, mert az segít a kockázatfelmérésben, a helyzetelemzésben, az motiválva tartja az embert. Az már rég rossz, ha az ember nem fél ilyen helyzetben. A katonák is mindig megmondják, hogy a legveszélyesebb bajtárs az, aki nem fél. Én ugye külpolitikai újságíróként kezdtem el dolgozni, és származásomnál fogva, ugye édesapám szíriai, édesanyám magyar, ez valahogy értelemszerű volt, hogy a Közel-Kelettel fogok foglalkozni, és éveken át a szerkesztőségből tulajdonképpen más ügynökségeknek az átvételeiből dolgoztam, és amikor lehetőség volt arra, hogy én magam is kimenjek a helyszínre, és lássam, megtapasztaljam azt, amiről ugye éveken át csak kvázi egy közvetítő közegen keresztül tudtam írni és beszélni, az egy olyan lehetőség volt, hogy arra nem tudtam nemet mondani. Tehát, hogy szerintem ha az emberben megvan ez a vérbeli kíváncsiság, akkor persze fél-fél, de valahogy a vágy az nagyobb, és nekem nagyobb volt a vágy. Szerintem a szakmai alázat, az emberi alázat egy csomó szempontból nagyon-nagyon fontos, tehát hogy nem úgy megyek oda nagy mellénnyel, hogy na, megjött az európai újságírónő, hanem emberként, egy kíváncsi újságíróként nagyon felkészülten megyek oda, és az, hogy most nőként van jelen az ember egy háborús területen, nyilván bizonyos helyzetekben számít, főleg, hogyha kulturális okokból valahova nem mehet be egy nő, de valahova meg egy férfi nem mehet be. Adott esetben ez még előny is tudott lenni, hogy olyan helyzetekbe bejutottam, ahova mondjuk egy férfit nem engedtek be. Vagy akár az, hogy sokszor a nőkről nem feltételezték, hogy szakmailag mondjuk igazán kihívást jelentett. Itt például így tehettem fel több kérdést Benjamin Netanyahunak egy elég éles háborús helyzetben. Engem választott ki a sajtós egy adott ponton, mert hát nem tudom, gondolom, hogy nem érezte annyira rizikósnak, hogyha abban a kényes helyzetben én teszek fel kérdést. És aztán jó volt látni a reakciót, hogy bizony tudtam olyan kérdést feltenni, hogy megközörülte Netanyahu a torkán, mielőtt válaszolt volna. Soha nem az adrenalinért mentem, és sokkal inkább érdekeltek az emberek egy ilyen helyzetben, mint a vér vagy a feszültség, meséli. Ezért is lett a Bábel című sorozat, ahol kifejezetten az emberi sorsokra tudtam koncentrálni. Olyan nüanszokat tudják megmutatni egy háborúról, és főleg a háttérről, az egésznek, az emberi oldaláról, ami szerintem sokkal többet mond a nézőknek. Tehát szerintem azt a hírügynökségekből is át tudja venni egy híradó, hogy lőnek, bombáznak, mi történik a fronton, de hogy mik az egésznek a mozgató rugói, az engem mindig sokkal jobban érdekelt. Sokszor nem evidens, a mai kozmopolita világban még egy névről nem feltétlenül derül ki, de az, hogy megszólaltam arabul, az nagyon sokat tudott segíteni. Eleve a legtöbb helyen ugye labdába se tudott rúgni egy olyan újságíró, aki nem beszélte a nyelvet, mert nem, hogyha nem volt fixere vagy jó tolmács, akkor egy információ, az információ szerzés maga egy háborús helyzetben az élet és halál kérdése lehet. Tehát, hogy szó szerint, és egyébként meg iszonyú sok ajtót tud megnyitni az, hogyha nem tolmáccsal megy az ember, hanem meg tudja szólítani azokat az embereket az anyanyelvükön. Az MTV-ben megszűnt a külpolitikai szerkesztőség, így Hesna pályát módosított. Most elsősorban anyuka vagyok, mondja megismételhetetlen mosolyal a szemében. De könyvet írok, és tanítok is. Meg beszélek a félelemről, mert nagyon sokat tanultam. És ami a látszat ellenére nem rossz, csak tudni kell kezelni.
mondja. Talán egy picit tettem azért, hogy aki leült és nézte a panorámát azokban a hősidőkben, amikor még létezett ez a műsor, az talán egy picit jobban be tudott kukucskálni a színfalak mögé, hogy miért is vannak ezek a hávok. Legyen pessimista vége ennek az interjúnak, mert nem nagyon látom a fényt az alagút végén, mert sajnos a háború az egy gazdasági érdek, az hatalmas nagy országoknak a gazdaságát működteti. Úgyhogy igazából, amíg ez fennáll, addig nem nagyon látom a békességét.